hogyan készül. A Hogyan készül mai adásában sok mindent megtudunk. Egy csodálatos sporták fontos kellékéről, a lacrosse ütőről. Fagyos tények beszélnek a mélyhűtött halrudakról. Rávilágítunk a zseblámpa lényegére. És a festőecset láttam, bizonyára feláll a szőr a hátunkon az izgalomtól. Ám először... A lacrosse az egyik legrégibb amerikai sport. Már az 1400-as években játszottak ezekkel a hálós végű botokkal. Francia misszionáriusok úgy látták, hogy az ütő hasonlít az érseki botra, vagy keresztre, és ezért a játékot lacrosse-nak, keresztnek nevezték el. A lacrosse ma is nagyon népszerű Amerikában. Az ütő hikorifából készül, amit középen ketté vágnak. A fát ősszel vágják ki, amikor már kiszáradt. 8 egyforma darab lesz a röngből, majd egy szalagfűrész 5 cm széles léceket vág belőlük. A hikorifa a legjobb erre a célra, mert remekül állja az ütéseket. Az anyag annyira kemény, hogy egy kicsit meg is kell lágyítani, tehát a botokat 45 percig gőzölik. A megpuhult nyél egy állványra kerül. Ebben az állapotban nagyon könnyű meghajlítani, tehát a bot egyik végét begörbítik. A görbület mentén felerősítenek egy drótot, hogy egy hónap elteltével kiszáradt állapotban se hajoljon vissza. Ezután a másik végét is megpuhítják, és a nyelet a görbület alatt egy kicsit visszahajlítják. Ez lesz a híd. Most már csak hagyni kell, hogy kiszáradjon. Ez az ütő alapformája, és talán látják, valóban egy pásztorbotra hasonlít, tehát a játék nem véletlenül kapta ezt a nevet. A fa további 2 hétig szárad, és utána elkezdik megfaragni. Először is le kell hántani a kérgét, majd ki kell alakítani egy keskenyebb formát, vigyázva arra, hogy megmaradjon az íve. Ez a munka óriási szakértelmet igényel. Ezután 21 lyukat fúrnak a nyél fejrészébe. A következő fázis a csiszolás. Mert a nyélnek teljesen simának kell lenni, hogy ne menjen szálka a játékos kezébe. Lenolajjal kezelik, hogy megóvják a kiszáradástól. Majd rákerül az ütő márka neve. A következő lépés az oldalháló megszövése, ami régen nyers bőrből készült, de ma már műanyag szállal helyettesítik. A hajlított híd lyukain átbújtatják a bőrszíjakat, és az oldalhálót a szíjakhoz rögzítik. A végén az egész kap egy poliuretán réteget, hogy megkeményedjen. Ezután a bőrszíjak másik végét átbújtatják a görbületen lévő lyukakon. A játékos így állítani tudja a zsebes háló mélységét, majd felül is összefonják a két hálófajtát. A
az elkészült zsebet ráhúzzák egy merevítőre, hogy kialakítsák a zseb mélységét. A szíjak végét összehurkolják és levágják a fölösleges részt. A lacrosse ütő teljes egészében kézi munkával készül. Egy ilyen ütő 3 hónap alatt nyeri el a végleges formáját. Kezdődhet a játék. De azért nem árt, ha több játékos is van a pályán. Az inuit eszkimók már az őskorban is ismerték a gyors fagyasztást. A frissen kifogott halat jég közé dobták, és azonnal megfagyott. A világ többi részén csak a 20. században jöttek rá, hogy a gyors fagyasztás minden más módszernél hatékonyabb. Egy kicsit lassú a felfogásunk. A gyors fagyasztott hal húsa sokkal ízletesebb. A képen keményre fagyott, darált tőkehalat látunk. Ezt a félkész terméket Kínában fagyasztották le, és onnan szállították az új-skóciai feldolgozóba, ahol mélyhűtött halrudacskákat készítenek belőlük. A haltömbök először egy gépbe kerülnek, amelynek belsejében éles kések mozognak. A pengék 48 cm hosszú hasábokra szeletelik fel a tömböt. A sávokat átteszik egy másik szerkezetbe, amelyik összesen 85 darab halrudacskát készít belőlük. A szállítószalagon ellenőrzik, hogy nincs-e köztük törött darab. Egy másik üzemrészben a gyors fagyasztott tőkehal darabok egy forgó tartályba kerülnek, ami egy szállítószalagra továbbítja őket. A filézett haldarabok egy rezgő asztalon landolnak. A vibrációs szerkezet szétválogatja őket. Így később könnyebben ki lehet szedni a hibás darabokat. Ezután egy másodpercre forró vizet engednek rájuk, hogy eltávolítsák a nyálkás védőréteget. A meleg víz nem olvasztja fel a halhúsát, viszont így könnyebben hozzátapad a bundázó réteg. Egy vajból, vízből és fűszerekből álló masszával borítják be őket. A lecsorgó masszát alul összegyűjtik, és így vonják be a rudacskák alsó felét. A futószalag egy másik pontján rákerül a hal rudacskákra a panír. A másik tőkehal is folytatja az útját. Egy panírozó berendezésbe kerül, amely egy másik speciális zsemlemorzsa keveréket szór rá. Ez a fűszeres panír egyenletesen eloszlik a halszeleteken. A fagyasztott és panírozott rudacskákat forró olajban megsütik. Ez a folyamat 28 másodpercig tart, ami azt jelenti, hogy a külső réteg átsül, de a rudacska belseje érintetlen marad. Ezzel készen is van a mélyhűtött panírozott halrúd. A bundázott halszeletek a mélyhűtőbe kerülnek. Egy másik helyszínen vagyunk, ahol egy nagy teljesítményű keverőgép az olajból és piros paprikából álló masszát elegyíti. Petrezselyemmel ízesítik a bevonó réteg alapanyagát, miközben kézzel kevergetik a sűrű masszát. A paprikás elegy az adagológépbe folyik, amely a halszeleteket szép egyenletesen bevonja a masszával. Ennél az eljárásnál nincs szükség elősütésre, tehát a halszeletek azonnal a mélyhűtőbe kerülnek. A különböző módon előkészített halfajták egyforma hűtést igényelnek.
45 perc múlva a lefagyasztott halfilészeletek egy csúszdára kerülnek, amely a mérés után zacskóba adagolja a terméket. A tasakokat leforrasztják. Egy rezgő adagoló dobozba rakja a halrudacskákat. Még egy utolsó minőségellenőrzés következik, és már indulhatnak is a boltokba. A piros paprikával ízesített szeletek vákumcsomagolást kapnak. Az ízletes halszeletek elkészültek. Jó étvágyat kívánunk! A szünet után fény derül a zseblámpa titkaira. És egy kicsit felfrissítjük az ecsetekről szerzett tudásunkat is. Nem sokára visszajövünk. Egy zseblámpa mindig rávilágít a lényegre. Az első modell a 19. században született, és tulajdonképpen csak villogott. Innen származik a másik elnevezés, villogófény. A korszerű lámpa már sokkal kifinomultabb szerkezet. Derítsünk fényt a titkaira. A zseblámpa jó szolgálatot tesz a sötétben. A katonai célokra használt eszköz úgy készül, hogy egy alumínium darabot behelyeznek egy számítógép vezérlésű esztergába, ami kialakítja a formáját. A fúrófej behatol az anyagba, és eközben hűtőfolyadékot locsolnak a gépre, hogy a megmunkálás során keletkezett hő ne tágítsa ki a fémet. A gép barázdákat vág a markolat elejébe, hogy rá lehessen csavarni a lencse foglalatát. Egy markológép befogja a csövet, hogy a másik oldalt is meg lehessen munkálni. A kések kialakítják a végleges formát, és keresztirányú hornyokat vájnak bele. A recés felület miatt jobb lesz a fogása. A cső aljába fúrnak egy lyukat. Ide kerül majd a csuklópán. A kész markolatot fekete színű védőbevonattal látják el. Ezután egy nagy teljesítményű gép műanyagot juttat az öntő formába, hogy kialakítsák a lencse formát. A munkadarabot belehelyezik egy satuba, hogy tovább dolgozhassanak rajta. Az öntőforma berendezése csavarmeneteket vág az oldalába, hogy a két elemet össze lehessen kapcsolni. Egy másik szerkezet készíti a műanyag markolatot. Ennek a zseblámpának a használata sokkal elterjedtebb. Ha a megrendelő úgy kívánja, akkor a cég nevét rányomják a nyélre. Ezután fénykibocsátó diódákat helyeznek a nyomtatott áramkörre. Ma már ezeket a nagy fényerejű ledeket használják a lámpákban a hagyományos izzók helyett. A diódák drótjait a nyomtatott laphoz forrasztják és lecsípik a fölösleget. Fénykibocsátó diódák a helyükre kerültek. Egy nagyobb teljesítményű zseblámpába több diódát is tesznek. A mentéshez használt lámpákban 60 kis égő van. Ezután egy présgép kisajtója a bronzból készült elemcsatlakozót, amit egy ultrahanggal működő hegesztőgép a műanyag burkolathoz erősít. A diódák drótjait a tartó részhez forrasztják. Készen van a lámpa világító egysége. Ez
ezután rugók kerülnek a lámpatestbe. Ezek arra szolgálnak, hogy megtartsák az elemeket. A világító egység rákerül a lámpatest végére, és utána felcsavarozzák a lencsét is. Egy szembillanás alatt készen van az alumínium villogó. Nézzük, hogy áll a műanyagból készült rokona. Elhelyezik az elemtartót és a rugókat, betöltik az elemeket, és rácsavarják a fénykibocsátó diódákat. Végül felkerül a lencse is. A lencse kap egy műanyag burkolatot is. És a zseblámpa készen áll arra, hogy rávilágítson a lényegre. Akarunk festeni valamit, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ecsettel dolgozunk. Ha akrilfestéket használunk, akkor a legjobb a szintetikus ecset, vagyis a nylon vagy poliészter szálas. Ha olajfestékről van szó, akkor inkább az állati szőrből készült ecsetet javasoljuk. Szóval szőrözzünk egy kicsit. Ebben a gyárban kínai disznószőrt használnak. Az alapanyag kötek formájában érkezik, amit nagyság szerint csomagolnak. Egy ecset fejében ötféle hosszúságú szőrszál van, mert ettől lesz tartós. A különböző hosszúságú szálak belekerülnek egy keverőgépbe. A berendezés először kifésüli a szálakat, majd kiválogatja a hibásakat. Ezután elteríti őket és összekeveri a különböző méretű szálakat. Majd egy marék szőrszálat egy rázó szerkezetre tesznek. Az állati szőrnek is van úgynevezett gyökere és hajvége. Ez a rázógép tökéletesen egy vonalba rendezi el a szálakat. A sorba rendezett szőrszálak egy tárolóban pihennek, és ott várják meg, hogy elkészüljön a szorítópánt. Ez a gép készíti el a fémgyűrűket. Egy vékony 3-4 cm széles csíkot alakít ki az anyagból, a szerkezet görgője peremet is formáz rá, hogy még tartósabb legyen. A hosszúkás mélyedés csak a díszítést szolgálja, ezután a gép olyan hosszú darabokat vág le, amelyek körbeérik a pamacsot. Egy sajtológép kialakítja a szorítópánt végleges formáját, és utána összeilleszti a két végét. Egy kalapács lelapítja az illesztések helyét, és már készen is van. Ezután az ecsetgyártó berendezés összeilleszti a pántot és a pamacsot. A gép egyik végébe teszik a pántokat, a másikba pedig az összehordott szőrszálakat. A gép felmarkolja a megfelelő mennyiségű szálat. Egy satú megfogja a szélét, és utána egy szerkezet egyenesen belenyomja a pamacsot a szorítóba. A gép következő eleme egy kemény kartonlap, amely középen ketté választja a szőrszálakat. És a szálak között kialakít egy kisebb mélyedést, hogy a festék benne maradjon az ecsetben. Ezután a gép megfelelő hosszúságúra húzza ki a szálakat, így körülbelül fél centi marad a szorítópántban. Eközben kiszedegetik a meglazult szőröket. A festőecset nyele általában műanyagból készül. Egy vákumos eljárással működő berendezés betölti a műanyagot az öntő formába, és 100 fokra hevítve az anyagot, kiönti az ecset nyelét. 5 perccel később a kész műanyag elemek kipattannak az öntőformából. Ha
30 darab nyél fér rá egy szárító állványra. Az állványt lassan engedik bele a festékbe, hogy ne keletkezzen légbuborék. Először egy alapozó festék kerül rá. Fél óra múlva jöhet a következő réteg. Ezúttal színes festék van a tartályban, ami 30 perc múlva szárad meg. Utoljára egy lakréteg kerül fel a nyélre, ami megvédi az anyagot és fényes felületet kölcsönöz neki. Ezután a szőrszálakat beragasztják a szorítópántba. A művelethez epoxi gyantát használnak, mert ez jól hozzátapad a szőrhöz. Most már összeállíthatják az ecsetet. A következő gép egymáshoz illeszti az ecset fejét és nyelét. Miközben két-három szöget is bever, hogy a két elem ne válhasson szét. Végül rákerül a gyártó cég neve is. Nagyon sokféle méretű és vastagságú ecsetet gyártanak. Minden munkához másfajta ecsetre van szükség. Szóval, ha ön szeret sportolni és jó felszerelésre vágyik, vagy megkívánta a halat, vagy esetleg a sötétben botorkál és látni szeretne, akkor már tudja, hogyan készülnek ezek a dolgok.